pontos beruházások indulnak a közeljövőben, emiatt volt szükség a rendkívüli közgyűlés összehívására. A döntéseknek köszönhetően indulhat az Alba Pláza bővítése és a Murvás parkoló helyzete is megoldódik, ott egy új modern vásárcsarnok épül. Cserpalkovics András a közgyűlést követően arról tájékoztatott, hogy a testület lezárta a piacra vonatkozó pályázatot, és döntött arról, hogy egységes koncepció alapján újulhat meg a pláza, melynek tulajdonosa bruttó 1,5 milliárd forintot fizet ütemezetten az önkormányzatnak. Emellett vállalta, hogy saját költségén új piacot hoz létre a tulajdonában lévő Murvás parkoló területén. A polgármester kiemelte, a pályázati kiírásnak megfelelően nem fordulhat elő, hogy akár egyetlen napra ne legyen piac Székesfehérváron. Akár a Murvás parkoló létrehozott új modern vásárcsarnokon belül, és oda való átköltözéssel, akár ideiglenes piaccal az átmeneti beruházási idejére tartó időszakra ezt biztosítania kell a beruházónak. Ezt követően pedig várhatóan az ideiglenes piac épülete, ami a ruháspiacnál kerülhet elhelyezésre, valamilyen formában az önkormányzathoz kerül, és az a későbbiekben is piac funkciót fog betölteni. De a Murvás parkolón belül ki fog alakulni egy modern piac, egy modern vásárcsarnok mindennel, amit ehhez tudni kell. A beruházás keretében az Alba Pláza épülete teljesen megújul és kibővül, valamint létrejön mintegy 1700 darab új parkoló is. A közgyűlésen az ellenzék nemmel szavazott a napi rendi pont tárgyalásakor. Márton Roland frakcióvezető úgy fogalmazott, azzal egyetértenek, hogy a jelenlegi állapot nem fenntartható, azonban véleményük szerint a piac privatizációjával a fehérvári közpolitika elveszíti a rendelkezési jogot arról, hogy ki mit és mennyiért árul. Ezt egyfajta üzemeltetési megállapodás lehetne orvosolni, bár a tulajdonjogban foglalt rendelkezési jogot ez sem pótolhatja, de jelenleg ez csak egy 10 éves időszakról szól, ami meglehetősen kevés és hamar le fog peregni, utána pedig majd egy profitorientált menedzser dönti el, hogy ki mit mennyire árul a városi piacon, és hogyha ebbe a helyzetbe kerülünk, akkor elképzelhető, hogy a város majd belekényszerül egy saját beruházásba. Cserpalkovics András a közgyűlést követően Facebook oldalán azt írta, amint lehetséges a pláza és a vásárcsarnok részletes terveit a fehérváriak széles nyilvánossága is megismerheti, a beruházás legkorábban 2023-ban kezdődhet el.